A hétvégi második mérkőzésen már nehezebb dolga volt a Kecskeméti alakulatnak, ám a végjátékban a szerencse is melléjük pártolt. Szombaton este 6 napon belül a harmadik mérkőzését vívta meg a Dunaaszfalt DTKH legénysége. Remekül kezdett a Kaposvár, és 10-2-nél időt is kért Forrai Gábor. A szuszonásnyi idő jót tett a mieinknek, mert feljöttek és egyenlítettek. 12-12 után 22-22-ig együtt menetelt a két gárdal. A folytatásban is felváltva estek a kosarak, egyik csapat sem tudta leszakítani a másikat. 39-39-nél járt az első 20 percnyi játékidő. A szünet után Tomosz volt a legpontelősebb kecskeméti, majd Klobuchar és Dramicsány is besegített a pontgyártásba. A negyed végén Borisov 3 pontosa volt az 51. pontunk, a hazai 50-nel szemben. A negyedik etap az amerikai centerről szólt, meg az egalizáló kecskemétiekről. 68-65-nél időt kért Forrai Gábor, mert csak 12 másodperc volt hátra a 40 percből. Klobuchar 3 pontosára a hátralévő 5 másodpercben nem tudott válaszolni a Kaposvár, és így jöhetett a hosszabbítás. Karaodzsi zsákolására és Wittmann találatára büntetőkkel válaszoltak a somogyiak, majd Dramicsanyi 3 pontosa végleg lezárta az ütközetet. Úgy gondoltam a mérkőzés előtt, hogy a mai mérkőzés az a mérkőzés lesz, amikor kijövünk a gödörből, ebből a bizonyos gödörből, és elindulunk egy új úton. Ma is megtettünk mindent a sikerért, viszont volt egy jó pár olyan taktikai fegyelmezetlenség, ami hiába mentünk el pár ponttal, utána egyből visszajöttek, és nem tartottuk be azt, amit úgymond kért tőlünk az edző. Ez a mi felelősségünk a játékosoké. Egyrészt, másrészt pedig meg volt a lehetőség ma is, hogy megnyerjük a mérkőzést, többször a kezünkben volt, mégsem tudtunk élni vele. Változtatnunk kell valamit, ez már bizonyos, mint ahogy látja mindenki. Szeretnék gratulálni a kaposvári csapatnak, és természetesen az én csapatomnak is. És a szurkolóknak mindkét részről, mert azt gondolom, hogy sportszerű, jó hangulatú mérkőzés volt, és ez egy igazi, nem azt mondom, hogy a színvonalában, de mindenképpen ugye az izgalmak terén jó propagandája volt a kosárlabdának. Egyértelmű, hogy a küzdelem dominált mindkét részről. Azért érdemeltük meg, mert nem adtuk fel egy percre sem, hiszen többször vesztett állásból fordítottuk a magunk javára a mérkőzést, hiszen többször volt olyan periódus, amikor a Kaposvár egy kicsit meglógott, és akkor mi mindig meg tudtunk újulni. Mindig valaki előlépett. Azt gondolom, hogy ez egyértelműen a szívnek a diadala volt, hogy a csapatként jól funkcionáltunk. Természetesen a végjátékban itt nem akarok okoskodni, ott a faktor a szerencse egyértelműen. És most ebbe mi voltunk a szerencsésebbek, de azt mondják a régi öregek, hogy ahhoz megy a szerencse, aki többet tesz érte. És mi megtettünk értem a mindent. Ugye több játékosom betegsége, kisebb, apró bajokkal küzdött. 6 nap alatt ez volt a harmadik mérkőzésünk, tehát hogyha ezeket mind összegzem, akkor azt gondolom, hogy megemelem a kalapom a játékosom előtt, köszönöm nekik ezt a hozzáállást, és ugyanezzel a hozzáállással fogunk továbbra is menni, harcolni, és próbálunk csipegetni minél több győzelmet. További eredmények. Falkó ZT-je 94-80, Deac Körment 90-72, Ose 90-95 és Sopron Budapest Honvéd 80-61. A Kecskemét jelenleg 6. a tabellán, 6 győzelemmel, 4 vereséggel. Legközelebb 9-én az Ose lesz a következő ellenfél a Messzés Fán sportcsarnokban.